Miért nem lehet megtanítani egy narcisztikusnak, hogy szeresse önmagát? Ez az egyik legnehezebben megérthető az emberek számára, és sokan hosszú éveket küzdenek azzal, hogy érdemi eredményt elérjenek egy narcisztikusnál. Mindenki számára érthetően összefoglaltam elméletben, majd ezt most tálalom egy emészthető formában. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknek az önmagukkal való viszonyuk eltúzottan pozitív és torzított. A pozitív alatt a hamisént értem, aki zseniális, mindentudó, szuperintelligens, amolyan istenszerű lény, aki mindenek felett áll. Az ilyen emberek rendszeresen túlértékelik saját képességeiket és teljesítményüket, és alábecsülik másokét. Az önmaguk iránti szeretetük azonban nem valódi, mivel az alapvetően az önbizalmuk hiányosságainak kompenzálására szolgál, és nem az önmagukkal való mély, elfogadó és egészséges kapcsolatból ered. Az önmagunk szeretete az elfogadás és az empátiára épül, melyek nem jellemzőek a narcisztikus személyiségzavarra. A narcisztikus személyiségzavar jellegzetességei miatt nehéz nekik megmutatni az empátiát és a tiszteletet önmaguk és mások iránt. Emellett, ha valaki narcisztikus személyiségzavarban szenved, az általában azt jelenti, hogy problémái vannak az érzelmi szabályzásával és a szorongásának kezelésével is. Az önmagukkal való elfogadó és egészséges kapcsolat kialakítása nehéz feladat lehet számukra, mivel gyakran túlzottan érzékenyek a kritikára és a visszautasításra. Általában nagyon sérülékenyek és bizonytalanok az érzelmi állapotukkal kapcsolatban, ami szorongáshoz és depresszióhoz vezethet. Az önmagukkal való kapcsolatuk tehát egyfajta védekezési mechanizmus ezekkel az érzelmekkel szemben. Az önmagukkal való torzított kapcsolatuk azonban nem csak az érzelmi biztonság érzéséhez vezethet, hanem a kapcsolatokban tapasztalható nehézségekhez is. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedők gyakran azért küzdenek a kötődés és kapcsolati problémákkal, mert az önmagukkal való kapcsolatuk megakadályozza őket abban, hogy másokat elfogadjanak és megértsenek. Ez az érzelmileg elérhetetlen anyára vezethető többnyire vissza náluk, és főként a csecsemőkorban megszerzett sérülések alapjai ezek. Ezért a narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknek fontos lenne megérteniük, hogy az önmaguk iránti szeretetük nem valódi, és nem vezet az érzelmi fejlődéshez és az egészséges kapcsolatokhoz. Az önmagukkal való mély, elfogadó kapcsolat kialakítása és fenntartása szükséges ahhoz, hogy az érzelmi biztonság érzése, az önértékelés és az egészséges kapcsolatok kialakulhassanak. Önmagunkkal való kapcsolatunk, az identitásunk és az önbecsülésünk alapjait képezi. Az önbecsülésünk, az értékeink, képességeink és saját magunkhoz való viszonyunk értékeléséből származik, hogy pontosan tudjuk, kik vagyunk, mennyit érünk, tehát stabil identitásmaggal rendelkezünk. Az egészséges önbecsülés azt jelenti, hogy elfogadjuk és értékeljük önmagunkat az erényeinkkel és a hibáinkkal együtt. Az egészséges önbecsülés azonban nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem azt, hogy elfogadjuk és szeretjük önmagunkat olyannak, amilyennek vagyunk. Az egészséges önbecsülés és az önmagunkkal való kapcsolat a valódi önmagunk elfogadásán és értékelésén alapul, és segít nekünk abban, hogy az élet kihívásaival és nehézségeivel szemben erősek és alkalmazkodóak legyünk. Itt egy kulcs szó. Megismétlem. Alkalmazkodóak. Stephen Hawking azt mondta, az intelligencia a változáshoz való alkalmazkodás képessége. És milyen igaza volt, hiszen az élet állandóan változik körülöttünk. Emberek jönnek, mennek az életünkből, egy folytonos változásban vagyunk mi magunk is, hiszen az élet célja a fejlődés. Minden szinten. Az egészséges önbecsülés kialakítása és fenntartása azonban nem mindig könnyű feladat.
Gyakran előfordul, hogy negatív érzelmek és gondolatok zavarják az egészséges önmagunkkal való kapcsolatunkat, például az önszabotázás, a túlzó önkritika és az alacsony önértékelés. Az ilyen gondolatok és érzelmek általában a múltbeli tapasztalatainkból származnak, és az önismeret növelésével kezelhetők. Az önismeret segít nekünk abban, hogy jobban megértsük saját gondolatainkat, érzéseinket és viselkedéseinket. Összességében az egészséges önbecsülés és az egészséges önmagunkkal való kapcsolat kialakítása és fenntartása az érzelmi és szellemi fejlődésünk alapja, és segít nekünk abban, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet éljünk. A narcisztikusok általában a külső eredményekre és mások véleményére támaszkodnak az önbecsülésük és az önmagukkal való kapcsolatuk javításához. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedő egyének azonban gyakran nem hajlandóak felismerni, hogy problémájuk van, vagy egyszerűen nem akarnak változni, mert úgy érzik, hogy azok a tulajdonságaik, amelyek a zavarral járnak, jelentik a valódi értéküket. Ezért a narcisztikusoknak nehéz lehet az önmagukkal való kapcsolatukban változást elérni és nehézségeiket megoldani, hisz akkor megdőlne az a tézis, hogy ők mégsem tévedhetetlenek, és ez egyben azt jelenteni, hogy a hamis énjük, amire felhúzták az egész jellemüket, az valójában jellemtelen. Köszönöm, hogy megnézted, amennyiben hasznosnak találtad, kérlek nyomj egy lájkot. Csatornámon sok videó van feltöltve, lehet valamely kérdésedre megtalálod a választ. Köszönöm a figyelmet!